Ez a babakocsi toló nagypapa nagy biztonsággal kelt át az okos zebrán. Az autósnak villogó ledes fény jelzi, ha a gyalogos közelít, vagy éppen áthalad a zebrán. A Safe Cross okos zebra rendszer keretében az út két szélén elhelyezett kamerák érzékelik a gyalogosok áthaladását. Az okos zebrát Pakson a lakótelepen az Atomtér és a Rákóczi Ferenc általános iskola között hozták létre a Gagarin úton. 21. századi színvonalon biztosítja a gyalogos forgalmat, a gyalogátkelő helyen átmenő forgalmat, és hogy miért ide telepítettük, hogy miért itt van az első fecske, ha lehet ezt így mondani, az okos zebrák tekintetében, hát azért, mert az egyik legforgalmasabb gyalogátkelő hely ez itt Pakson. Itt a Gagarin úton naponta 2000 gépjármű halad el, ezt a gyalogátkelő helyet pedig több mint 1300 iskolás, óvodás, bölcsödés is használja naponta szüleivel. Az úttest közelében egy család játszik. Az anyuka mondja, ők naponta többször is átkelnek ezen a zebrán. Két gyerekes anyukaként nagyon sokat járunk erre, úgyhogy nagyon, nagyon jónak találom, hogy ezt ide telepítették elsőnek. Ez az első Safe Cross okos zebra az Atomvárosban, de továbbiakat terveznek telepíteni. Gyermekeink védelme elsődleges számunkra, és szeretnénk folytatni is természetesen az okos zebrák telepítését. Erre a költségvetésben el is különítettünk egy nagyon komoly összeget, közel 30 millió forintot, és a további okos zebrákat is hasonló helyszíneken, forgalmas helyszíneken. 2022-ben újabb 7 okos zebra kialakítását tervezi a paksi önkormányzat. A most átadott okos zebra költsége 2,8 millió forint volt. Ezt önrészből, illetve pályázat útján biztosította a paksi önkormányzat. Az országban az elmúlt években közel 200 okos zebra épült, ezzel jóval csökkentve a gyalogos balesetek számát.